Mozgalmas hétvégén vannak túl a bajai judo klub versenyzői, hiszen négy különböző helyszínen is bizonyítottak. Köller Milán például 81 kilós súlycsoportban megnyerte a kikindai Ciganovic emléktornát. Kisebb létszámú verseny volt, de az ellenfelek azok minőségieknek mondhatók. Mi voltunk egyedül magyarok, sok szerb ellen küzdhettünk. Most igazából itt Milán súlyában volt 16 induló, nem volt egy gyenge verseny, de én úgy gondolom, hogy ezt Milánnak ezt igenis hoznia kellett, ezt a versenyt. Edződ szerint ez papírforma volt, hogy nyertél, te is így látod? Hát nem tudom, a döntő azért necces volt, de azt is rutinból azért lehoztam, egy sidóval sikerült csak ott nyerni, de azt mondom, hogy azért nem papírforma, de örülök a győzelemnek. Köller Milán mellett Végvári Martin is győzött a hétvégén, igaz, ő nem kikindán, hanem Budapesten a junior válogatón. Jól sikerült a szombati versenyem, első helyezést értem el, 4 darab meccsem volt, meg kellett küzdenem ezért az első helyért, de végén sikerült nyernem. Martin mellett Szigetvári Mercedes második, Kneti Gemőke harmadik, Andrássy Emma pedig ötödik helyen végzett ugyanitt. De menjünk egy házzal arrébb, hiszen a Masters korcsoport nyílt magyar bajnokságát, melyre 198-an neveztek, 100 halombattán rendezték meg az elmúlt hétvégén, ahol a hagyományoknak megfelelően a bajai judóklub igen jól szerepelt. Mutatja ezt a 6 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem, valamint a 2 ötödik helyezés. De az érmek mellett az idősebb generációnak ettől sokkal többet is jelent a jól sikerült verseny. Szoktuk mondani, hogy minden nap ajándék, de most viccet félretéve úgy gondolom, hogy aki ezen a versenyen megjelenik, és épségben, egészségben végigcsinálja, persze nem hátrány, hogyha ezt megelőzi egy felkészülési szakasz is, majd utána nem teszi le a judo ruhát, hanem folytatja, az megérdemli a dobogós helyezést. A Masters OB-n a bajaiak közül első helyen végzett Csihi János, Geringer János, Tamás László, Takács Emese, Nagy Erika és Nagy Olga, míg Nagy Erzsébet nyakába ezüstöt, Kovács Mátéba pedig bronzot akasztottak. De lépjük át a jellegi határainkat még egyszer, hiszen a Hammererik vezette diák korcsoport Marosvásárhelyen edzőtáborozott az elmúlt héten, és Csíkszeredán egy versenyen is részt vett. Több éve tartó testvérkapcsolat. Igazából mi ilyen március-áprilisban kiszoktunk menni Marosvásárhelyre. Eddig edzőtábor volt csak, most beiktattunk egy versenyt is, ami Csíkszeredán volt. Nyáron majd ők jönnek vissza a mi edzőtáborunkba. A csíkszeredai versenyen Tóth Eszter ezüst, Katzemajer Kira és Rágyanszki Bence pedig bronzérmet szerzett, de Hammer Erik az egész csapat teljesítményével meg volt elégedve. A bajai dzsúdósok tehát összességében eredményes hétvégét zártak. Azt viszont kellő komolyság mellett sem sikerült lenyomoznunk, hogy Végvári Martin a válogatón aratott győzelme igazából számít-e valahol. Radír, mit érez, hogy a Martin nyert egy első helyet? No.